Füsli, Zsivocki, Pandel, Mészáros, Szabó, Tóth, Mankó, Gauzer, Lassú, Szabó, Torda. Játékvezető úr most fújt a sípjába, elkezdődött a mérkőzés. Szurkolókban nincs hiány. És az elején egy letámadással indít az ajkai együttes. Ennek kivágják oldalra a csepeliek. A csepeli serék pedig Botlik, Nyúl, Vörös, Molnár, Balog, Sevestyén, Vargovics. Ott a helyzet, fölé. Az első helyzetig keményen 20 másodpercet kellett várni. És ez tetszik is a szurkolóknak, úgy gondolom, hogy ez hallatszik is mögöttem. Egyébként, aki nem ismerné meg a csapatokat, vagy most először tekinti meg közvetítéseinket, annak ismertetném, hogy fehérben van az ajkai együttes, pirosban pedig a csepeliek. Az időjárásra egy kicsit lehet panasza a játékosoknak, hiszen igen erős szeles per pillanat. Tehát egy hosszabb passznál, hosszabb indításnál mindenféleképpen bele kell kalkulálni a szélirányt, vagy hogy éppenséggel mennyire fúj. Balog pedig maga biztosan megkaparítja. Játékvezető nem ítél semmit. Pedig Nagy ott maradt a földön, mire kimondom föl is állt. 2 perc állt el eddig a játékból, 0-0. Ellenfél kapusa nagyot esett. Nem tudok arról, hogy esett volna itt az eső, hogy az miatt csúszkálhatna-e. De ez most nem is fontos, egyébként Major Barnabás védi Csepel kapuját. A szabadrugásra jönnek szinte a középpályáról a csepeliek. Majd elvégzik. Füsli. Ő a csepeli együttes csapatkapitány egyébként, Füsli András. Fejről fejre, és a csepeliek pedig megszerzik a labdát, mire el is adják. Olá! Hatalmas indítás, nagy fele, nagy, 16-oson belül, lövés, ott a gól! Eddig kellett várni, 1-1! Helyette 1-0, elnézést! Nulla Nagy Krisztián góljával. Olá elképesztően pontos labdát adott csapattársának. Nagy Krisztián 21. találata az idénybe. A tavalyi gólkirályt már megelőzte. Ugye a tavalyi NB3 nyugati fordulójában 20 találattal lett a pápai Szabó Zsolt. Most pedig Nagy Krisztián már 21 találatnál jár. Úgy gondolom, hogy ennél jobb kezdésről nem is álmodhattak volna az ajkai drukkerek. És egyébként szóvá kell tennem azt is, hogy Cseperről is érkeztek. Ugyan nem olyan sokan, de legalább érkeztek. Egész pontosan 4 fő. Füsli. Eladja. Köles agresszíva, nem tudott labdát szerezni. Füsli. Csepeli védők megjáratják alaposan a labdát. Egyik lábról a másikra, csak az a probléma, hogy a csepeli az ajkai lábára varázsolt, és megint egy indítás, és az pedig hosszú volt. Olá nem ért el. Egyébként a két csapat ugye értelemszerűen találkozott már egymással ebben a bajnokságban. Akkor Csepelen mérkőztek meg 2018. október 14-én, miközben a játékvezető belefúj a sípjába és jelezte a szabálytalanságot. Tehát akkor Csepelen mérkőztek meg, és sima 5-0-ás ajkai siker lett belőle.
16-oson belül a csepeliek kivarázsolják a labdát, de még nem tudták felszabadítani a kapujukat. Pontatlan passz, Köles beéri. Pákai. Nagy, leveszi. De a játékvezető szerint szabálytalanul. Úgyhogy szabad rúgás kifele. Egyébként, amit külön ki kell emelni ezen a mérkőzésen, az az, hogy a csepeliek a 12. helyen állnak a bajnokságba, a 16 csapatos bajnokságba, és még így is egy pontra vannak a kieső zónától, tehát nagyon ömlesztett bajnokságban vagyunk most. A csepeliek 24 mérkőzés alatt 7 győzelmet tudtak elérni, 3 döntetlent és 14 vereséget, és 21 gólt rúgtak összesen is, 43-at kaptak, ami azt jelenti, hogy az egész csapat az idény alatt annyit rúgott, mint egyedül Nagy Krisztián. Érdekes. Illés szépen hátra. Nagyon szépen ki oldalra, bár a csepeli fej közbeszólt, közbeavatkozott. Szabad rúgás. Egy jó 30-32 méterről. Ki fog vajon oda menni, elvégezni. Ez hamarosan kiderül. Ebből valószínűleg beadás lesz. Nagyon úgy készülnek a csapattársak. Csepeli kapus pedig Major nem nagyon bír a hangjával. Ordibál a csapattársaknak, hogy mit hogyan kéne. De kapura lövik, megfogja a Major. Horváth Péter lőtte kapura, ha jól láttam. Már tőlem igen távol van az az oldal, úgyhogy tévedésem jugát fenntartom. De igen, Horváth volt. A csepeli alakulatról pedig röviden pár szót. 1912-ben alakultak, jelenleg a Péketéri stadion az official, tehát az első számú színeje a hazai mérkőzéseknek, ahol egyébként 12.000 ember fér el, én úgy tudom. De nyilvánvalóan nem töltik meg NB3-ba. Szerintem ezt mutatja is, hogy mennyi szurkoló kísérte el őket. Horváth Péter. Nagyon szépen megtartja a labdát. Beadás. Nincs érkezőre. És egyébként elnézést kérünk a kisebb hangtechnikáért, de mint elmondtam, elképesztően fúj a szél, nagyszerű adás, és hosszú. Hosszú. Abszolút. Letámad az ajka. Szinte helyet, meg időt se ad az ellenfelének, hogy kicsit fölzárkozzon esetleg a középpálya környékére, csak akkor jutottak el odáig, amikor kapuskirúgás volt. Így valószínűleg most is csak úgy fognak odáig eljutni. Major rúgja ki. Most nem esik el úgy, mint az előbb. Biztos megszáradt a föld. Fisli pedig kivágja oldalra. Csepeli bedobás. Tehát az előbb még azt is elmondtam kedves nézőknek, hogy 5-0-ás ajkai siker született legutóbb. Akkor Csemer kezdte a góllövést, ő a 10. percben. Előbb Nagy Krisztián ezt a 2. percben tette meg. Aztán az első fél időben egyébként október 14-én 4-0 volt, tehát a csepeliek már akkor reménykedtek benne, hogy lefújják a mérkőzést, de hátra volt még egy fél idő. Ugyanakkor nem kaptak 4-et, de
egyet még kaptak Nagytól az 51. percbe. Egyébként a csepelieknek pedig ugye a szurkolótábor, ami jelenleg 4 főből áll. Különleges nevük van, Islander Division. De hát mindenféleképpen megérdemlik a tiszteletet, hiszen több mint 150 kilométert utaztak erre a mérkőzésre. Múlt héten egyébként az érd-ajkai mérkőzésre az ajkaiak is körülbelül ennyit utaztak, lehet, hogy egy kicsit kevesebbet, 130-40 kilométert ugye Érdre. És érdekesség azon a találkozón is, hogy 300 néző volt, és abból 100 ajkai szurkoló. Bedobás 16-oson belül. Ajkai védőket nem lehet megtréfálni. Tudják, hogy mikor mi következik. Pedig nagyon szép sarkazás volt nagy részéről. Fisli pedig viszi. Meghúzza a jobb szélt. Nem megy ki a labda. Most megy ki és szögletre. Hát azt talán jobban intézte volna a védő, hogyha touchra intézi a labdát, ám de nem így sikerült most. Szöglettel jöhetnek a vendégek. Tizenkettedik perc. Ollózásra vetemedett az egyik csepeli játékos. Majdnem összejött neki. De az ajkai szurkolóknak hála nem. Újabb szöglet. Szerintem nem értenek egyet a szurkolók, úgy gondolom, hogy ezt önök is hallják, úgyhogy erre nem térek ki. Maximum arra, hogy nekem az a felszólalás tetszett, hogy videóbírót. Ki tudja. Csepeli játékos pedig csak elbattyog oda. Lehet, hogy a szél fújja vissza, azért ilyen lassú. Tehát szöglet a másik oldalról is. Ajkaiak nagyon szépen kivarázsolják a labdát. De nem annyira pontosan. Horváth Péter nagyszerű passz nagy irányába. Nagy pedig Csizmadiát indítja meg. Csizmadi a szélen. Pontatlan, de egy hatalmas baki, védelmi baki csepelnél. És az bizony lecsúszott, tehát fölé ment Olá Lacinak. Nem baj. A következő már össze fog jönni. Olá László egyébként a góllövő lista harmadik helyét foglalja el. Ugye 21 góllal most már Nagy Krisztián az első, eddig is ő volt csak 20 góllal. Második a BKV előre csapatának a játékosa Balogh Bence 17 góllal, és a harmadik helyen pedig Olá László 16 találattal. Gyors bedobás lehet. Köles. Csizmadia. Kenderestől hátra Pákaihoz, Pákaitól pedig tovább. Egyébként aki igazán benne van a futball világában, és már elérte egy bizonyos kort, annak a Csepel FC mondhat egy remek csapatot, vagy mondhat valamit az emlékezet, hiszen ugye a Csepel 1912-ben alakult meg, és miközben Major véd, addig elmondom, hogy csepeliek NB1-es bajnokságot 4-szer nyertek, és rengeteg olyan játékos termeltek ki még az 1940-es, 50-es években, aki válogatott tagsággal rendelkezett, még volt egy olyan játékosuk, aki az arany csapatba is szerepelt. Cibor Zoltán. Hát ő az arany csapat tagja volt, és csepeli játékos. Egész pontosan 1941, 42-es, 43-as
47-es, 48-as és az 58-59-es idényt nyerték meg a csepeliek. Pontatlan a passz. Derésen voltak a játékosaink, és hamar meg is szerezték a labdát. Csemer. Helyett Pálkaitól ment tovább, nem? Csemertől. Már a fényekkel is bajom van, nem csak a számokkal ezek szerint. Ugye pont a pályának túloldalára rásüt a nap. Ilyenkor a számokat is alig lehet látni. Meg például azt hittem, hogy karszalagos játékos passzolt, pedig nem. Miközben operatőr kollégám felém nyújt az előző mondatokra egy napszemüveget. Köszönöm szépen innen is. De nincs rá szükségem. Kenderes. Az ajkai szurkolók pedig egyre jobban belekezdenek a buzdításba. Eddig tetszik nekik, amit látnak. A Cseperről elmondtam, hogy 12. helyen áll 7 győzelemmel, 3 döntetlennél és 14 verességgel, miközben a 16-oson belül rosszul vettük át a labdát. Kirúgásra jön a Csepel. Addig azt is elmondom, hogy az Ajka hát nyilvánvalóan vezeti a bajnokságot, nem is kevés ponttal. Ugye 24 mérkőzésről a 18 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség, 69 rúgott gól és 14 kapott gól tartozik hozzá, és ezáltal 58 pontot szereztek. Úgyhogy abszolút kimagaslóan vezetik az NB3-at. És úgy, hogy példa nincs rá, az utóbbi években lett volna ilyen erős csapata az Ajkának. Úgyhogy ha megnézzük az NB3 közép és keleti csoportjait, ott se látunk ilyen kimagasló pontszámmal rendelkező csapatot. Többnyire inkább egybe van ömlesztve az egész. Ajkai szöglet. Sokan reménykednek a második vágányba. Viszonylag kicsibe, 16-osról beadás. Csepeli fejről pedig kifele. De még nem szabadul fel a csepeli kapu. Most egy elképesztően gyönyörű beadással próbálkoztunk szélről. Nem sikerült gól kiharcolni, és közben pedig köszönjük a hasznos információt itt az élőadás közben. Ugyanis Tóth Kettő József is az aranycsapat tagja volt a Csepelből. Köszönjük szépen az értékes információt. Kapus nem épp maga biztosan, de kiöklözi, és a szél pedig kisújta a labdát, szöglet a másik irányból. Az NB3 keleti csoportból egyébként a Szolnoki MÁV áll a legjobban. 53 ponttal vezetik a bajnokságot, de mögöttük a Jászberényi FC és az ESMTK is 52-52 ponttal áll, miközben egy kis kakaskodás. Játékvezető mutatja, hogy hátrébb. Kissé feszült a hangulat. A játékvezető figyelmezteti a játékosokat, hogy mit vár el tőlük és mit nem. Olá Lászlót figyelmeztették és Torda Bencét. Szöglet a másik oldalról, lövés, és éppen hogy csak a gólvonalról fejelték ki. Hova? És ez a szurkolóknak is nagyon tetszett, hiszen megint nem hallom a hangomat. Hatalmas lövés volt, és a gólvonalról fejelte ki a csepeli játékos. Tehát nem csak az ajkai játékosok érdemelnek dicséretet, de a csepeli védő is, hiszen ez gyönyörű volt. Megint egy szöglet. Úgy néz ki, hogy a mai mérkőzésen ezt fogják gyakorolni. Tehát a keleti csoportot ugye vezeti a Szolnoki MÁV.
mögötte Jászberény SMTK, miközben újabb szöglet, azt már a csepeliek kifejelik, és egy-egy ponttal vannak lemaradva. Beadás! Vagy fölé emelte, a kapus fölé, Major fölé. Az Ajka játékos, a labda nagyon be akar kerülni a csepeli kapuba. Miközben kezezés is reklamálnak. Újabb szöglet, most már legyen benn. És most pedig már kapus kirúgás. A középső csoportban pedig az NB3 középbe Szeged vezet 52 ponttal, egész pontosan a Szeged Grosics Akadémia. Mögötte a Szent Lőrinc Ese 3 ponttal, és ő mögöttük pedig 4 ponttal a Seoul SC. Itt valószínűleg a Szeged lesz az, aki kijön jobban, ugye a nyugatinál az Ajka. De csak mi tudunk kimagaslóan játszani, amit persze a tabella is mutat. Csepeli támadás kibontakozóban, amelyet Köles meg is szüntet, de nem teljesen. Tetszik a szurkolóknak, amit látnak, hiszen már dalolászásba is fogtak. Köles fejjel Balogh-hoz. Balogh-ra is kitérnék egyébként pár szó erejéig, nem azért, mert névrokonom, hanem azért, mert a legutolsó mérkőzésen, ugye, amikor kiállították Horváth Dánielt fél óra után, ugye Nagy Erik jött le, és Balogh állt be a kapuba. Elképesztően fantasztikusan védett, tehát többször is életben tartotta a csapat reményeit 2-1-es állásnál, majd pedig Nagy Krisztián büntetőből egyenlített is, és úgy sikerült elhozni Érdről az egy pontot, azt a fontos egy pontot, aminek a szurkolók is elképesztően örültek, és már a mérkőzés végén már a bajnoknak mondták ki őket. Nem tudták jól lekezelni a labdát a hazaiak. Csepeli bedobás. És hogyha már az előbb meséltem egy kicsit a csepeli csapat történetéről, mármint persze játékos szintileg és megalakulás ügyileg, akkor azt is elmondom, hogy egyszer még egyébként játszottak back selejtezőt 1959-60-as idényben Fenerbahce ellen, akkor 4-3-as összesítéssel estek sajnos ki. 1981-ben közép-európai kupában a döntőig meneteltek, ahol a Tatran Preszov gárdájától szenvedtek vereséget, de ez így is óriási eredmény, hogy egy viszonylag rangos kupasorozatnak a második helyét tudták megszerezni. Szabadrugás, távolról Horváth áll a labda mögé, nyilván beadásra fogja bocsájtani a labdát. Gyönyörű! Fölé! De a játékvezetőt pedig már kisegítette az asszisztens, hiszen Lest jelzett. Az ajkai csapat egyébként 1923-ban alapították az ajkai csapatot, kinek a színe zöld-fehér. Eddigi legnagyobb sikere, hogy 1980-ban és 2010-ben az NB2 negyedik helyén tudott végezni, ezen kívül háromszoros harmadosztályú, illetve negyedosztályú bajnoknak is valhatja magát. És valószínűleg most vissza fognak kerülni NB2-be, amit már nagyon régóta várnak. Játékvezető pedig engedi egyébként a durva játékot, Horváth Péter. Fisli pedig résen volt Kenderestől egy luft. Köles pedig nagyon szépen védi a területét, nem engedi, hogy a mögötte lévő ellenfeléhez guruljon a labda. A csepeliek nem tudnak túljárni az ajkai észjáráson, Balognál a labda.
Egyébként itt árnyékban olyan 13-4 fok van, erős széllel. Pályán, ahol a süt a napot, nyilván 1-2 fokkal melegebb, Fisli. A játékosok nem fázhatnak, hiszen mozognak eleget. Major. Csepeliek nem tudják tovább járatni a labdát, Horváth Péter nagyon ott van a szeren. Szinte nem tudok tőle olyan mérkőzést mondani, ahol ne szerepelt volna jól. Fejjel csúsztatnak, Kenderes pedig megszerzi, Csizmadia. Csizmadia nagyot, nagy pedig kissé lassan vette át a labdát, mire el is hagyta. Horváth Pétert pedig megkerülték, vagy nem Horváth Pétert, elnézést, ő elő van, úgy nehezen. Játékvezetői ítéletekkel nem értenek egyet a szurkolók. A szurkolók megkérdőjelezik az asszisztens bírói szakértelmét. Így tudnám most kifejezni magam. Nyilván ezt is hallották. Kivágják előre az ajkaiak. És a Csepeli 9-es pedig nem találja el a labdát. Szinte valahogy mindig az ellenfelét találja el. Indítás 2-0, ott van! Végre! Megérdemelt a állat, hiszen már 4 vagy esetleg 5-0 is lehetne. Illés talált be a kapuba. Illés Dávid is hatalmas formában futballozik. Ugye Debrecen ellen lőtte meg személy szerint életem gólját, vagyis nekem az tetszett legjobban, amikor egy enyhe sarkazással gurított a hálóba. Azt még az M4 Sporton is elismerték. Köles dob, Köles az ajkai hajítógép, régóta használtam rá ezt a kifejezést. Olá pedig túljár a Csepeli csapatkapitány eszén, Fislén, meg utána még egy Csepeli játékoson is, Horváth. Horváth át Köles, ez nagyon szépen teszik át egyik oldalról a másikra a labdát. Köles, nagyon jó. Köles, kisé pontatlan. Csizmadia, helyett Kenderes, Csemer, nagy. Egyébként a két edzőről még szinte nem is beszéltem, ugye Schindler Szabolcsról tudjuk. Elképesztően jó hátvéd volt, több mint 300 N1-es találkozó van a háta mögött. És egyébként magyar rekorder tudtommal, hiszen az egyetlen olyan magyar játékos, aki a legtöbb élvonalbeli magyar csapatnál fordult meg. Ugye szerepelt a Vasasnál, a Honvédnál, az MTK-nál, Fehérváron, Békés Csabán és Kecskeméten. De még egy-két helyen még igen, ezeket most fejből mondtam, statisztika nélkül. Miközben ápolásra szorul az egyik csepeli játékos, vagy nem, inkább lebattyog. És a vendég kispadon egyébként pedig Tamási Zoltán foglal helyet,
aki közel majdnem, hogy 300 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt. Ő középpályás volt. Az MTK-nál kezdett 1992-ben és 96-ig ott is játszott, 31 mérkőzésen lépett pályára 4 év alatt, ez viszonylag kevés meccs. Schindler Szabolcs egy idény alatt lépett annyiszor pályára, de aztán az Újpestnél Tamási Zoltánt alaposan megbecsülték, hiszen 96-tól 2005-ig 231 mérkőzésen lépett pályára és 19 találatot jegyzett, miközben sárga gyanús események a pálya szélén. Nem volt sárga. Újpest után Tamási Zoltán, tehát a Csepel edzője 2005-ben a DVTK-hoz igazolt, ott nem kapott lehetőséget, és 2006-tól pedig 2007-ig a Reac játékosa volt, 11 mérkőzésen lépett pályára, gólt ugyan nem szerzett, és 2010-ben pedig elkezdett edzősködéssel foglalkozni, ugye a Felcsúton volt pályaedző, majd a Nagy Tétényhez szerződött, az Újpestnél csinálta az U15-ös csapatot, Salgótarján és Kaposvárnál is szerepet vállalt. Sikerei és díjaihoz pedig a csepeli edzőnek egy magyar bajnoki aranyérem tartozik az 1997-98-as szezonba. Szabálytalanság csepeli részről, és 2 ezüstérem 1996-97-es idényben, és a 2003-2004-esben is magyar kupát egyszer nyert Tamási Zoltán, 2002-ben Schindler Szabolcs kétszer nyert, úgyhogy tekintett ebben az állásban 2-1, a pályán pedig Ajka Csepel 2-0. Major rúghatja ki a labdát. Fejjel Illés, nagy. Fisli szépen vitte a területét, Oláhot nem jutott a labdához. Egyébként mérkőzés előtt egy-két törzs szurkolót megkérdeztem, hogy mire számít annak a mérkőzéssel kapcsolatban, és egyik kedves szurkoló azt nyilatkozta, hogy egy sima 3-1-es győzelmet vár el a csapattól. Többen egyébként ezzel egyet értenek. Én személy szerint annyira nem, hiszen ha a statisztikát böngészük, az ajkai csapat hazai pályán egyébként 5. forduló óta nem kapott gólt, tehát itt legutoljára Ajkán kapott gólt 2018. szeptember 2-án láthattunk, akkor Nagy Kanizsa szerzett találatot, és nem is egyet, hanem kettőt, de azt a mérkőzést lazán 5-2-re behúzták Schindler legénység tagjai. És azóta az NB 3-as bajnokságban ezen a pályán nem kapott gólt az Ajka, kivéve ugye a Magyar Kupába, akkor a Debrecentől kapott itt 3-at, és az MTK-tól pedig 1-et tavaly december elején. Akkor az MTK-t ki is ejtettük 2-1-re. Akkor Horváth Péter egy hatalmas bombagóllal állította be az eredményt, és egy nagyon szép labdaszerzés. Talán így jobban jártunk, hogy kipasszolták, úgyis Nagyra ketten is mentek. Nem volt előtte szabad terület. Harmadik vágány ültetik föl joggal az ajkai szurkolók. Uha! Kicsi bizonytalan volt a labda útja. Kenderes. Kölestől szépen tovább Nagyig, Nagy. Beteszi, csepeliek pedig kirúgják oldalra. De ebből egy támadást is indíthatnak. Lesről szó sincs. Nem azért, mert nem volt az, hanem azért, mert Köles leszette a labdát a levegőből még ellenfele előtt. Kenderes pedig kirúgja oldalra. Ugye a legbiztosabb. Szép csel.
a Csepeli 3-astól. Ez még nekem is tetszett. Sivócki Pandel Péter Norbertől. Tizenhatoson belül a Csepeliek, és Balogh pedig szépen csúszik. Tehát még marad a góltalanság 2018. szeptember 2-a óta hazai pályán. Nagyon jól észreveszik Horváth Pétert. Horváth tovább. Nagy Krisztiánig. Oláhot akarta megtalálni a labdával, de Fislit sikerült meglepnie vele. Illés, Horváth Péter nagyon szépen, három ember között. Oldalra ki. Nem jó, de még begyűjthetik szélen az ajkaiak. Így is van. És hozhatják ki a Csepeliek egyébként. Mindig, hogyha megkapják, vagy hogyha vissza tudják szerezni a labdát a kapujuk közelébe, sose mernek egy kontrát indítani. Talán azért, mert a védekezésre építenek jobban, most is 5 védővel vannak, 4 középpályással és 1 támadóval. Fislit pedig fenéken billentették finoman. Köresi a labda. Gyere, jó, pörög neki! Csemer helyett pedig Kölesben megakadt a vendégjátékos. Hát a vállába futott bele, úgyhogy az nem volt szándékos szabálytalanság. Köles csak állt egy helybe. Csepeli szabad rúgás igencsak távolról, 40 méterről, mármint az ajkai kaputól számolva. És rosszul pattan, és még les is. Hát a csepeli szurkolók egyébként nem vannak elragadtatva csapatuk teljesítményétől. Úgy gondolom, hogy jogos a felháborodásuk. Horváth Péter Csemerhez. Horváth, Köles, Pákai. Egyébként a bajnokavatás az elkövetkezendő egy-két fordulóban meg lehet. Kérdés az, hogy ma is a következő fordulóban mit játszik az Érd. Testcsel, valamennyire be is jön, de nem, hiszen Major kifutott a labdára. És egyébként 4:30-kor kezdődött el ez a mérkőzés, ami számunkra érdekes. Ugyanis az Érd ugye 10 ponttal van mögöttünk, és ebből még több lehet ma, aminek az ajkai szurkolók nagyon örülnének. Ugye sajnos hivatalos statisztikával az MLS nem tud szolgálni, de közvetítés közben most gyors rákeresek az érdi oldalra. Jelenleg az állás 0-0 tudtommal. Úgyhogy eltelt már egy fél idő. Az is jó nekünk. 16-oson belül az ajkaiak, beadás. Csepeli fejelés kifele. Köles legurítja. Nagyszerű csel. Nagytól. Köles. Beadás, ami Majort találja meg. A csepeli kapust. Az első fél időből még 5 perc van hátra. Persze az adta rendes játékidőt értelmezem. Köszönöm.
Illés. Fislivel csap össze a levegőbe. Fisli nyeri, majd Fisli egy luftot lő. Az ajkai védők játszatják meg a labdát, majd támadásba lendülnek át, eddig egész jól. Most egy kicsit leült egyébként a játék hangulata, pedig az első 20 percben, egyébként elképesztően nagy bravúr volt a csepeli kapuba, hiszen három olyan labdát is a gólvonalról vágott ki, ami abszolút benne lett volna. De az állás így is 2-0, még akkor is, hogyha a játékvezetés ellenünk szól valamennyire. Persze ezt a szurkolók firtatják. Pákai keményen, határozottan. És csere az első félidő végén. A 21-es játékos érkezik le, és a 19-es érkezik, tehát Szabó Zsombor Zoltán le, és Sebessén László érkezik. Szabó Zsombor helyett 19-es száma Sebessén László lépett pályára. Tehát Tamási Zoltán az első cseréjét már az első fél időben lövi, nyilvánvaló, hogy sérülés miatt. Kis területen nagyon jól játszottak az ajkaiak, de nem nagyon értették meg egymást. Illés pedig odarugott, nem ennyire keményen, hogy azért föl kell borulni, és a játékvezető pedig Illés figyelmezteti, hogy a következő az bizony sárga lesz. Olyan szép sárga, mint a játékvezető meze vagy pólója. Dobás nagy, Fislivel szembe. Nagy megnyeri a párharcot, tovább is üszíti a toson belül. Szöglet. Horváth Péter vonul le a szögletzászlóhoz elvégezni a szögletet. Szinte az egész csepeli csapat a 16-oson belül védekezik, egy ember kivételével. Tehát kontrát nem akarnak később ebből indítani. Horváth beadja. Hát az egy kemény talpalás lett volna csepeli részről. Kenderes Illés. Illés nagyon szépen észreveszi csapattársát, fejjel pedig Pákai ért bele, úgyhogy kirúgás következik a mérkőzés 43. percében, 2-0-ás ajkai vezetésnél. Horváth Péter előtt elkapták a labdát a csepeliek. Fisli. Magyar vágja ki Gyajkaihoz. Illés pedig lefutja tán Fislit. Illés elképesztő tempóra képes. Ezt most is bizonyította. Fisli pedig egyébként a csepeli csapat középpontjában. Köles dob, szinte az ötösre dobta be. És újabb szöglet. Ez a mérkőzésen, ha jól számolom, a 8. szöglet. Úgy néz ki, a srácok hétköznap gyakorolták, mert viszonylag pontosakat is rúgnak.
Horváth Péter. Uaj! Nem Horváth Péter volt, elnézést mégse, Csemer. Mindig összekeverem. És az első fél időben hosszabbítás nincs. Kettő ajkai gól bizony van, és ezzel vezetnek a Csepel ellen 2-0-ra. Rövid szünet. Elnézést a kis technikai problémáért, ismét a mikrofonnal nem stimmelt valami, de most már ezt megoldtuk kollégámmal. Nem tudom, hogy az önöknek jó-e vagy nem, de hallani fognak minden esetre lefújásig. Horváth Péter nagyon szépen megőrzi a labdát, tesz egy fél kört, bepasszolja, ki Horváth lő, Horváth, mekkora gól! Ott a harmadik, Horváth! Hát ez nagyon elsült! Remélem ezt az állatvédők nem látták, mert csúnyán kipörkölte a fölsőből a pókot. Azt a mindenit. Horváth Péter, azt a mindenit. Tőle csak bombagolt láttam egyébként. Emlékeim szerint, de nem is keveset. Az egész stadion nagy tapsal fogadja Horváth Péter nevét. 3-0. Második fél időben is viszonylag korán kapnak gólt a csepeliek. Hanggal ismét itt, csepeli szabadrugás az ajkai kaputól 30 méterre körülbelül, amit kapura vállalnak, Balogh pedig maga biztosan fog, és törhet előre az ajka.
Horvát. Köles. Kenderes. Pákai. Kovácstól Csemerig. Középpályán szinte megakad a játék, a csepeliek pedig labdát szereznek. Majd labdát vesztenek. Kovácsnál a labda. Horváth Péter. Nagyon jó indítás. Nem, a csepeli védők közbeavatkoznak. Csemer. Csemernek rúgtak oda egyet. Szabad rúgásra jöhetnek az ajkaiak. És a csere, vagyis és a csepel pedig cserél egyet. 77-essel jön le a csepeli játékos. 10-es számmal Vörös Bence lép pályára. Tóda Bence jött le egyébként, és akkor Vörös Bence érkezett a helyére. Második csere lehetőségét is kihasználja Tamási vezetőedző. 3-0-ás állásnál. Horváth Péter ellövi. Horváth, aj, de jól sarokra ment. Múlt héten az Érd ellen lőtt egy hasonlót, az beakadt, még februárban a Debrecen ellen, a Magyar Kupában. Szöglet. Csemer adja be. Csepeli játékos lábára, Illés. Nem vállalja el, pedig többen buzdították rá innen a küzdőtérről, vagyis inkább a nézőtérről. Beadás. Nem jó, de most Csemer beadhatja. Nem jó, az is megpattan egy csepeli védőn. És egy gyors kontra csepeli részről. De hát Balogh pedig tökéletesen visszajátsza a középpályára. Illéssel szemben szabálytalankodás. Játékvezető nem hagyja szótlanul, vagy inkább síptalanul. Csemer. Csemer dobja. Csepeli bedobás következik. Játék vezető fele számtalan költői kérdés hangzott el. Balogh fog, és kidobja Pákai. Nagyszerű adás! A vétel nem jött össze, nagy nem ért el. Csepeliek hozhatják kifele a labdát. Viszont a kis területen pontosan játszanak most. Csemerrel szemben szabálytalanság, játékvezető az ajkaiaknak ítéli a játékszert. Horváth Péter Pákaihoz passzol. Thank you.
Játékvezető nem látott szabálytalanságot, csepeliek pedig megpróbálták kihozni a labdát, de nem is került, és Horváth Péter pedig nagyszerű indítással próbálta meg kiugratni nagyot. Nem jött össze. Ajajajajajaj, a játékvezető egy egyértelmű szituációt másik fél javára döntött. Ez a kamerán is leszűrődik a képen. Pákai. Bedobás. Kenderes. Vissza Kovácshoz. Kovács észreveszi Horváth Pétert. Horváth Péter vissza. Csizmadiától tovább. Kendereshez. Nagyon szépen kidolgozza most az Ajka a támadást. Vagy megpróbálja. Nagyon uralják az Ajka labdát. Horváth Péter. Szélről nem sikerül beadni, hiszen Csemera egyik lábáról a másikra pöccintette a labdát, és elhagyta a játékteret. Csepeli kirúgás. Major rúghatja ki a játékszert. Addig is felszabadul a csepeli térfél. Nagyszerű. Hát volna, hogyha Nagy Krisztiánt elérte volna a labda. Játékvezetővel nem értenek egyet. Ez benne van ebbe a sportban. Az Ajkaiaknál marad a labda. Horváth Péter bombagója után valamelyest csillapodott a hangulat. Az utóbbi 5 percben kisé leült a játék. Ezt nem csak én figyeltem meg, vagy vettem észre. De a szurkolók is egyébként kisé panaszkodnak. Kovács. Nagy. Kovács ismét. Csizmadiától tovább. Horváthig. Horváth beindul. Megpattan, nem jó az Ajkaiaknak. A csepelieknek pedig jó, hiszen Major rúghatja ki előre a labdát. Szél segítségével szinte eljutott az Ajkai 16-osig. Csizmadia, Pákai, Köles. Résen vannak a csepeli védők. Feloldják a támadást. És ezzel a szabálytalansággal pedig végképp kijöhetnek a saját térfelükről. Két csepeli játékos is abszolút lesen helyezkedett el. Az a jó.
Csepeliek a hazai kapu közelében. Nem, de megszerzi az ajkaiak a labdát. Még ilyen bizonytalan a sorsa, hiszen egyik ajkai rárúgta a másikra. Igen, én is ezt mondom, tehát a csepeliek dobhatnak, nem az ajkaiak. 15 perc eltelt a második félidőből, Ajka Csepel 3-0. Nagy Krisztián, Illés Dávid és Horváth Péter góljával. Van 3-0. És egyébként az első fél időben ugye meséltem, hogy 2018. október 14-én már megmérettette magát a két csapat egymás ellen, akkor 5-0 lett. Akkor Csemer is betalált, Láh is, ő most például nem, de Illés és Nagy is gólszerző volt az őszi meccsen, csak úgy, mint ma. Kovácstól vissza Balogig. Egészen visszamegy a labda Balogig. Kenderes. Illés, aki az első találatot szerezte. Vagyis a másodikat. Csemer próbálja megindítani csapattársa. Csepeli védők azonban közbeszólnak. Bedobás. És csere is, ajkai részről. Illés jön le, Nagy Erik pedig érkezik. Taps jár neki. Nagy Erik a legutolsó mérkőzésen az Érd elleni találkozón 40 percet játszott, ugye őt hozták le akkor mezőnyből, hogy kapust tudjanak behozni, hiszen az Ajka alapkapusa Horváth Dániel piros lapot szedett össze a mérkőzés 36.-7. percében. Sportszerű jeleneteket is lehet látni egyébként, és talán legközelebb nem botlok bele abba a szóba. De eléggé hűvös lett egyébként itt az időjárás. Nem irigylem most a sportolókat. A szél is fúj, meg még hideg is van már. Tökéletes labda a csepeli játékostól Köleshez. De a csepeliek pedig visszaszerzik, nem hagyják annyiban az eladott labdát. Csepeliek 16-oson belül. Lövés, húha, hát ez nagyon oldalra és fölé is ment. Balog majdnem kifutott a stadionból. Labdaszedő nem volt a környéken. Fogja! Csepeliek hozzák ki előre. Horváth Péternak szerűen
odalépett, megszerezte a labdát teljesen szabályosan. Szabad rúgással jönnek az ajkaiak. Lap nem jár ért egyébként az egész mérkőzésen. A játékvezető nem osztott ki egy lapot se. Elnézést, dobás. Becsúszást a játékvezető nem minősítette szabálytalannak. Kovácsnál a labda. Kovácstól tovább, Csizmadia. Pákaitól még tovább, vissza Kovácsig. Támadhatnak a negyedik gólért. Meg most már a szurkolók is várnak rajt, mert az elmúlt 10-15 percben igencsak leült a játék hangulata. A szurkolók se erőltetik a hangjukat, inkább egymással beszélgetnek, nem pedig a csapat ott éltetik, vagy esetleg drukkolnak neki. Szabadrugás, az ajkaiak nagyon elhelyezkedtek a 16-oson belül, mindenki a fejére várja. Ott a fejlés, és ott a negyedik gól, 4-0, ez itt már végleg eldőlt. Nagy Krisztián megszerezte az idényben a 22. találatát. Talán lesz olyan végeredmény, mint ősszel, október 14-én? Most majd az elkövetkezendő időben azért fog támadni az ajka. A négy vendégdrukker pedig a vendégszektorban nem örül ennek. Nem erre számítottak. Nagy Krisztián duplázik. Ebbe a szezonba Csepelnek már 3 gólt rugott. Jó formában van, nagyon a támadó. Csemer nagyon szépen megtartja a labdát. A másik szélre, a naposabbik oldalára a pályának, ott talán melegebb van. A csepeliek nem tudnak labdát szerezni jelen pillanatban, nagyon uralják az ajkaiak. Csemer. Csemer kissé pontatlan, Horváth pedig már nem ért el, helyette egy csepeli védő tisztáz. Pákainál a labda. Köles. Kovács. De nagy esés. Játékvezető közbe sípol. Zajkai szurkolók is megtártosodtak jelen pillanatban. Csemer megint pontatlan labdát adott. De megint megszerezte. És egy nagyszerű indítás, de a partjelző pedig lest jelzett. Néhány szurkoló szerint csak azért integetnek a
partjelzők. Tehát a szurkolók szerint a partjelzők csak azért integetnek, mert fáznak. Lehet, van benne valami. Kirúgás, Major rúgja ki a labdát. A Csepeli 20-as nem volt lesen, de azt hitte, hogy ott van, úgyhogy nem indult el a labda után. Lassú Zsombornak hívják az illetőt. Hát most tényleg lassú volt. Balog rúgta ki egy Csepelihez. Játékvezető pedig nagyon ránézett Horváth Péterre, lehet valamit oda mondott neki. Nem tudom, én innen nem hallom sajtószekcióból. Körülbelül 50-60 méterre vannak a játékosok. És a 7-es ment le egyébként Csepeli oldalról, és a 24-es érkezett be. Tóth Márton jött le, és Vargovics Tamás érkezett. Amit most meg is erősítenek itt a helyszínen. Csepeli szöglet következhet. Mérkőzésből egyébként még hátra 18 perc. Talán egy kicsit kevesebb. Későn indítottuk el a saját óránkat. Pár másodperccel és a csepeliek megszerezhetik az első góljukat a mérkőzésen, de nem élnek a lehetőséggel. Csemer nagyon szépen bent tartja a labdát. Partjelző nem ért ezzel egyet. Csepeli bedobás következik. Most pedig Ajkai oldalon. Ötös érkezik le, Kenderes, és 8-assal pedig érkezik Kalász Milán. Kenderesnek gratulálunk, nagyot ment, és Kalásznak pedig sok erőt, reméljük egy új szint hoz a játékba, és ahogy ismerjük a képességeit, erre képes a 26 éves játékos. Horváth Péter, Kalász most ér bele először a labdába, és pontosan mentett is egyet. Pontatlan, de még sikerül bent tartani a labdát Kölesnek. Na. Pontos labdát nem láttunk az utóbbi fél percben. Reméljük, ez nem válik hagyománnyá sehol se. Les. Jöhet kifele az Ajka. Ajkán egyébként elképesztően nagy figyelemmel kísérik az érdi VSE pénzügyőr SE mérkőzését. Tudtommal az állás 0-0,
de hogyha valaki esetleg pontosabb információval rendelkezik, hogy hol jár a meccs és hogy mennyi az állás, azt megköszönnénk, hogyha a komment szekcióba leírná Pákai. Kovács. Úgy jártok. Csemer. Nagyedik nem lépett ki a labdára. Nem volt le. Nagyediktől vissza. Kovács. Pákai. Ne szórakozzunk már! Nem jó. Kicsi hosszú labda az Ajka játékosnak. Ez bizony nem ért el. Csepeli kapussal ellentétben Majorral. Csemer nagyon szépen megy. Megpróbálja megindítani nagyot. Nagy elő elpattan, de még elé kerül. A csepeliek pedig nagyon szépen tisztáznak. Tudták kezelni a helyzetet a védők. Horvát, Kovács. Hoppá! Figyelj! Hallod! Menjél vissza, tolja! Nagyedik nagyon jól jött. Labdaszerzés 16-oson belül. Majdnem. Szöglet következik. És a mérkőzésből pedig nem marad sok hátra. Bő 10 perc. Az állás továbbra is 4-0. Az Ajak maga biztosan vezetnek. Csemer adja be. Fejes! És a kapus beleért, fölé nyomta a labdát, pedig az befért volna a léc alá. Marad a 4-0, de jöhet a másik oldalról egy szöglet. A labda, nem volt az Ajka játékoson senki, és ezzel 5-0. Csizódi a Zoltán szerezte egyébként a találatot, nagyon üresen hagyták, ő pedig nem kecmetszelt, bevágta. Ezt az ötöst a Csepeltől az iskolában annó megirigyeltem volna. De most ők támadnak. Csemer dob. Nagyon szép csel. Kalász. Helyett Olá László volt. Olá László nagy lendületre játszik egész mérkőzésen és pontosan is. Legelső gólt ő készítette elő.
elnézést ismét a hanghibáért, egyik készülékünk lemerült, de vissza is tértünk. Balognál a labda. Kovács. Csemer. Csemertől Horváth Péterig. Horváth Pétertől meg még tovább. Nem értik meg pontosan egymást most az ajkai védők. Kovács. Horváth Péter. Le lehet támadni, de most már mindegy. A csepeliek jönnek, de mégis csak ki tudunk erőszakolni egy bedobást a csepeli térféről. Távoli lövés, nem jó. Ha Horváth Péter rúgta volna, szerintem a másik felső sarkot is kifüstöli a labda. De hát nem ő rúgta, az állás pedig marad, továbbra is 5-0. Major rúgja ki. Tizenhatoson belül az ajkaiak nem szereznek labdát, és lest jelzett az asszisztens, úgyhogy jöhetnek kifele a csepeliek. Közben pedig kommentben kapom az infót, hogy Pénzügyőr Érd 1-1. Nagyon szépen köszönöm Sinkó Zsuzsának. Amennyiben ez a végeredmény, akkor pedig hatalmas ráfordulás a bajnoki cím fele. Hiszen így is 10 pont volt az előny, miközben egy újabb ajkai támadás kibontakozóba, de az most jelenleg elmarad, és Horváth Péter pedig mekkora sprintet nyom le. Csemer vissza Horváth Péterhez. Kovács. Kovács nem vállalja el. 16-oson belül pedig az ajkai játékos nem tudott lőni. A csepeli védő közbeavatkozott. Játsszák Köleshez, a másik oldalra. Csepeli lábról pedig szöglet. Kisebb fajta utánajárással kiderült, hogy előbb 1-1 lett a Pénzügyőr Érd. Köszönjük a hozzászólást. És hogyha ezt megnyerjük, akkor 13 pontos előny marad. Jól számolok, még ezen kívül 5 meccsre. Tehát, hogyha az elkövetkezendő 5 meccsen legalább 3 pontot szerzünk, miközben egy bombát lövünk. Tehát, hogyha az elkövetkezendő 5 meccsen 3 pontot szerzünk, akkor automatikusan bajnok az ajkai csapat. Major rúgja ki. Szűk 5 perc maradt hátra a mérkőzésből, és itt zúg a bajnok csapat. Pedig talán még nem is sejtik, hogy mi lett az érdi találkozó végeredménye. De ők így is bíznak a csapatukba, az FC Ajkában. Csemer fejjel Balokhoz. Köszönöm.
Olá László éri el, Horváth Péternél. Horváth Péter egyszerűen megőrzi. Horváth Pétert nem lehet lerántani. Pákai. Hoz kerül a labda most. Ajjaj, az egy nagy ütközés volt. Mennyi van a harmadik, meg az első között? Hál' Istennek nem történt súlyosabb személyi sérülés. Ápolásra se szorul a játékos. Szabad rugás csepeli kaputól 35-6 méterről. Kicsit szomorú vagyok, hogy nem Horváth Péter van a labda mögött, de lehet, hogy így is jó megoldás fog születni. Csemer, ő is nagyon jó rúgó. Csemer megpattan, kapu bal oldala mellett haladt el egy kevéssel. Egyébként a nézőtérön 150-200 ember foglal helyet. De szerintem ez, akik itt kint vannak, ez a kemény mag. Tehát múlt héten ugyanennyien utaztunk majdnem Érdre is, tehát több mint 100 kilométert utazva, csak azért, hogy a Veszprém megyei gárdának drukkoljanak. Kovács. Kovács Balogot választja. És 2 perc maradt hátra a mérkőzésből. 5-0 ajkai vezetésnél állunk. Szabadrugás. Horváth Péter. Ajjajajajaj. Kicsit belerugott ellenfeléjébe, reméljük. Semmi nem történt, jó van. Minden rendben. Csepel megdobhat. Csepeliekről. Mondanám, hogy csepeliekről került ki a labda, de hát a partjelző nem így látta. Videóbírót. És már reflexből az ajkai szurkolók azt hitték, hogy ezt is a csepeliek dobhatják, de nem. Utolsó ajkai támadások egyike következik mérkőzés végén, és egyelőre nagyon szépen megy. De Fisli pedig rendkívül jól védekezik. Horváth Péternél a labda. Horváth Péter megőrzi. Csemer. És le is fújja a játék azért a mérkőzést. Ajka szerintem már ráfordult a bajnoki győzelemhez. 5-0. Erre nem is lehet más mondani, nagyszerű győzelem. Szeretnénk gratulálni innen a csapatnak és Schindler Szabolcsnak egyaránt. Vasárnap estéhez jó pihenést, és köszönjük, hogy velünk tartottak. Jó pihenést, viszont hallásra!